Ráadásul szokásomtól eltérően rendkívül rövid lennék most, ha belefér. Okay. Ezt persze. Meg le is írtam, mert nekem nagyon nehezemre esik röviden beszélni. Úgyhogy hallgassátok szeretettel. Sziasztok, szép napot mindenkinek, tisztelet az összes biciklistának, tisztelet a szubjektív értékek alapítványnak, akik elhívtak minket. Kamarami Gergő vagyok, G. Russ, regi énekes, a Redeem Colony zenekar frontembere. Hónapokkal ezelőtt elhívtak erre a bringás rendezvényre minket zenélni. Semmi nem tudtuk akkor, hogy ez egy Liget ZRT-s esemény, és ők sem tudták még akkor, hogy kit is hívnak meg. Én mindig a leghatározottabban kiállok az általam képviselt értékekért, így ligetvédő is vagyok, itt lakom most is a ligetvédő táborban. Igen. Erre a beszélgetésre az utolsó pillanatban tegnap délután hívtak meg, még csak nem is személyesen, a Facebookról értesültem, hogy hivatalos résztvevő vagyok, amikor hívtam a szervezőt ebben az ügyben, fel sem vette. Bár persze szeretek bicajozni, de egyáltalán nem vagyok bringás szakértő, még egy kereket se tudok egyedül rendesen kicserélni. Ha komolyan szerették volna a szervezők, hogy a ligetvédők is megjelenjenek itt, akkor időben hivatalosan meghívtak volna, hogy a témában kompetens képviselővel vegyünk részt. Ez így most, szerintünk teljesen komolytalan. De ha már itt vagyok, akkor nagyon gyorsan és röviden elmondom a véleményünk lényegét. A legalapvetőbb problémánk a Liget projekttel, hogy a középpontjában az ingatlanfejlesztés áll. És pont ez az, amiről nem kérdezik meg az embereket, miközben a budapestiek 75%-a ellenzi a Városliget bármilyen beépítését. Követeljük tehát a széleskörű társadalmi és szakmai egyeztetést a Liget projekt egészével kapcsolatban, nem csak részkérdésekben. És mivel ezt nem látjuk, ezért nem legitimálom se civilként, se ligetvédőként a jelenlétemmel sem ezt a mostani látszat egyeztetést. Viszont ellenben 5 órakor várunk mindenkit ide a koncertre, azon kompetens leszek, ezt megígérhetem. Köszi szépen, köszi! Köszönjük! Kanyarodjunk vissza akkor a bringás egyeztetéshez, mert hogy erről szól ez a mai beszélgetés.